Itt van velünk a vonal túloldalán Csaba. Jó reggelt kívánunk, Csaba, szia! Szia, Csaba! Szép reggelt, jó napot mindenkinek. Szóval a koncert jó ötletnek tartom. Viszont úgy képzeltem az állást, hogy 10 órakor, amikor vége lenne a műsornak, akkor te, Ákos és Márti ketten énekeljétek el a Hello Budapest című számot. Csaba, te ezt jól átgondoltad? Biztos jól átgondoltam. Ez egy veszélyes. Biztos átgondoltam. Biztos jól átgondoltam. Az a baj, hogy ezt ti mondjátok, tehát hogy ti csak kitaláltok ott valamit, azt mondjátok, hogy Hello Budapest és karaoke, és az a baj, a Zsoc meg ugrik azonnal. Csinált egy ilyen karaoke verziót a Hello Budapest dalból. Csaba, most szólj hozzá. Nagyon jó, tökéletes. De azért tudod, hogy ezzel a rettenetet szabadítod rá a világra. Nekem is kell? Jó, oké. Csaba, köszi, hogy megírtad ezt az SMS. Na figyelj, akkor indulunk. Most jól beégünk mindjárt. Vissza is számolni, nagyon komoly. Gyere, mondd azt, hogy hey, hello Budapest, és jön a kép, mit a hajnal most ide fest. Csaba, te hisz is. Ez a reggel csak így lehet sikeres, édes élet vár. Az agyad alján a fájdalom ütemes, és fut a perc, de a forgalom tetemes, és sok a baj, de a szíved már nem üres. Indulj már! Te drákos, te de japánul! Kell a nap is, gyere! Ébredj, ébredj! De megölel és felrázd téged! Csak gyere, kiabáld, hogy hé! Segítsen, várjál! Kell a nap is, gyere, ébredj, ébredj, ébredj! Most jön a zene, megölel és felrázd téged! Csak gyere ki a bárba, hey, hello Budapest! Hiszen minden perc jobban vártnál! Ennyi, szerintem ennyi, ennyi. Tartsuk még meg a hallgatókat, Ákos. Csaba, hogy tetszett a produkciónk? Nem nagyon gyakoroltunk rá. Azt mondja, a hatásra. Kaptásra sem volt ilyen jó, ezt akartad mondani? Nem, nem nagyon. Csomó SMS jött erre, hogy ezt azért énekeljük. Viszont én azt mondom, hogy ez így nem fair. Tehát ha már mi elénekeltük, akkor kedves hallgatók, legyenek olyan kedvesek elénekelni, elérhetővé tesszük ezt a karaoke-t. Rendkívül egyszerű, csak azért, hogy látszódjék, hogy ez a Juventus Rádióról szól, vagy a Juventus Rádióval kapcsolatos. Egy Juventus logót tegyünk oda valahova, és Ákos, akkor a Juventus-dal. Szereztem egy rajongót, nagyon fiatal. Bemutatkoznál? Kinga. Hello, Kinga! Kinga, milyen volt a produkció? Tetszett neked? Igen. Egyébként, ha belegondoltok, a mi műsorunk az egyetlen műsor, amelyiknek dalt írtak. Ez egy tök megtisztelő dolog. Idősek otthonában fellépünk, illetve a falunapokon is. De már két rajongónk van. Lángosért és kisfröccsért pedig szlogent is mondok, tehát azt azért tegyük hozzá. A lényeg az, hogy akkor mostantól, kedves hallgatók, mindenki készítse el a maga kis verziót. Vegye fel kamerával, mobiltelefonnal, bármivel. Csaba, viszont azt kell mondanom, hogy neked kötelező készíteni egy ilyet. Rendben, ott lesz. Feltöltöm én is. Feltöltötte is? Remek. Igen. Kamerád van, vagy mobiltelefonnal veszed majd fel? Majd otthon kamerám. Ezt most jól elintézted. Köszönöm.